Técsváros polgármestere a Baranyagazd elnök vezérigazgatóját kérdezte. Szeretném tudni azt, hogy milyen háttérrel rendelkeznek ahhoz, hogy a magasházhoz végre hozzákezdjenek, vagy van-e más szándék, mert az önkormányzatnak is lépni kell. Köszönöm a kérdést Toller úrtól. Elsősorban jó munkát kívánok neki a következő 4 évre. Néhány gondolatot elmondanak az előzményekkel kapcsolatosan. Másfél éve került a tulajdonunkba magasház. Ezt követően a szükséges állagmegóvási munkálatokat elvégeztük. Elvégeztük a piackutatást és a tervezőkkel a szerződéseket megkötöttük. A tervezői szerződés határideje, leadásának határideje december 15-én jár le, és a tervezővel folyamatosan egyeztetett programot alakítottunk ki, ami azt jelenti, hogy az elmúlt másfél év alatt kialakítottuk azt a koncepciót, ami a magasház végleges kialakítására vonatkozna. Ez pedig a következő. A épületet függőlegesen egyharmad-kétharmad arányban ketté osztanánk, 45 luxus lakást alakítanánk ki, a másik kétharmad részén pedig szálloda jelleggel működő kollégiumot, ahol is 650-700 egyetemista férne el, 2-4-es szobába helyeznénk el őket. Az épület külső megjelenítése is teljesen megváltozna, átalakulna, és egy reprezentatív külső megjelenésében is reprezentatív épület jelenne meg Pécs városában. Tehát a kérdésre előzmények után a válasz az, hogy jövő év elején, vagy még az idén, amennyiben az engedélyes tervek kezünkbe kerülnek, megkezdjük a munkát. Kitől és mit szeretne ön kérdezni? Igen, dr. Tóth Sándortól, a megyei közgyűlés volt leköszönő elnökétől kérdezném, hogy az elmúlt 4 év sikeres munkája után hogyan segíti a megye további munkáját, milyen területen fog tevékenykedni.